gólzáport láthatott a pápai közönség szombat délután a Veszprém megyei első osztályú labdarúgó mérkőzésen. A Peruc FC elsőprő győzelemmel vonulhatott le a pályáról. Ellenfele az a Devecser volt, aki az előző bajnokságban a pápaiak mögött menetelt, és akikkel tavasszal 2-2-es döntetlent játszott a Peruc. A megyei első osztályú futballbajnokság negyedik fordulójában először játszott hazai pályán a Peruc FC. A Tihany elleni 3-2-es siker után újabb győzelemmel számoltak a játékosok és a szurkolók. A pápaiak a Simon László, Vencel Zoltán, Baldauf Konrád, Somogy Rihárd, Iványi Martin, Barcsa Tamás, Bolla Gergő, Kovács Szabolcs, Szép Dániel, Horváth Tamás és Szalai Gábor összeállításban léptek pályára. A devecseriek kezdő 11-e Szente Tibor, Csicsics Rihárd, Orbán Tamás, Cserna Róbert, Tisonyai Rihárd, Király Lajos Zoltán, Illés Norbert, Buruc Károly, Szélesi Péter, Rába Dániel és Szakonyi Stefán volt. Az első fél óra pontatlan passzokkal és helyzetek kihagyásával telt, míg aztán a 28. percben Vencel megszerezte a hazaiak első gólját. Kicsivel több mint 10 percet kellett várni a következő találatra. A 40. percben Kovács passza után Szép Dániel lőtt 18 méterről a kapuba. 2-0-nál vonultak félidőre a csapatok, ami a pápaiaknak bizakodásra adott okot. A második félidő megint döcögve indult, ami talán a közel 30 fokos melegnek tudható be. Ez idő alatt volt lehetőségem megszámolni a nézőket. 320 plusz-minusz 1-2 fő érezte fontosnak, hogy kijöjjön szurkolni a fiúknak. A 60. perc körül már a nézők is magukat szórakoztatták. A főszurkolók különféle rigmusokkal próbálták felpörgetni az eseményeket. Hogy ennek vagy valami másnak tudható-e be, a 67. percben végre újra gól született. Baldauf szögletét Kovács passzolta Bollának, aki közelről talált a hálóba, és ezzel elindított egy lavinát, amit a helyi szurkolók nem, a devecseriek viszont annál inkább bántak. 2 perccel később Vencel talált a kapuba, 5 perc múlva pedig újabb Vencel találatnak tapsolhatott a közönség. A gólkirályi címre pályázó támadó ezúttal egy büntetőt értékesített. A 80. percben Vencel szépet ugratta, aki a bal sarokba rúgta a labdát, ezzel 6-0-ra alakította a meccset. Ismét 5 perc kellett Vencelnek, hogy felhördüljön a közönség. Iványi ugratta Ugit és Vencelt, míg végül utóbbi lőtte a labdát a jobb sarokba. A 7-0-ás állás után már a kispadon is nyugodtan ültek. De a gólgyártásnak nem lett vége, az utolsó találat egyben a mérkőzés legsportszerűbb pillanata is volt. Vencel vezette a labdát Szente kapujára, majd annak közvetlen közelében lepasszolta Horváth Tamásnak, aki így beállította a 8-0-ás végeredményt. A mérkőzés végén a Szép volt fiúk megérdemelten szólt. Elég idegesnek tűntél a kispadon, mindig ilyen vagy? Talán ilyen vagyok, mert nem tudom lefelezetni úgy a feszültséget, inkább kimondom magamból. Hát az első félben nem is voltam olyan ideges, inkább a másodikban, mert ott a játékvezetőnek megfordult a szemlélete, nem tudom, hogy mi történt vele a másik félben, nem egy oldalog vezette ezt a mérkőzést, de sajnos nem tudott belenyúlni, hála Istennek, mert ezt a második félben rúgtunk még 6-ot. Úgyhogy azért a meccs végére megnyugodtunk. Általában az egyébként jellemző az edzőkre és rád is, hogy a kispadról üvöltesz a játékosaidnak, hogy hallják az utasításokat. Általában meghallják, figyelnek rád? Hát aki akarja, az biztos meghallja, aki nem, az meg úgyis tudom, hogy nem akarja meghallani, de hallja ő is, de ezt megbeszéltük, hogy azért én ilyen vagyok, én még próbálok neki segíteni kintről is, bár az lenne a jó, nem kellene. Hogyan értékeled egyébként ezt a mai mérkőzést? Természetesen 8-0-nál azért azt lehet mondani, hogy igen, jók voltak a fiúk, de azért gondolom, hogy szakmai szemmel nézve azért észleltél hiányosságokat is. Voltak hibák, ott az első fél idő vége fele védekezésben volt a középpályás mélységi beindulásokat nem tudtuk felvenni rendesen, ott volt egy-két lehetősége Devecsernek. Viszont annak meg nagyon örülök, hogy tegnap, amit gyakoroltunk, így lelépegettük a támadásokat, azokból viszont nagyon sokat visszaláttam, és ott csak azok hiányoztak, hogy a beadások nem voltak pontosak az első fél időben, mert az első fél időben is a letámadásból szerzett labdaszerzésekből nagyon sok gólt tudtunk volna szerezni, de sajnos az utolsó passzok rosszak voltak. Igen, az észrevehető volt, hogy a begyakorolt figurák azok nagyon mentek a fiúknak, viszont volt olyan, amikor tényleg így saját kútfőből próbált valaki valamit csinálni, és még úgy látszott, hogy nincsenek annyira egymásra hangolódva. Mennyire szokott össze ez a csapat? Hát vannak új játékosok, nem is kevés.
Hát majd a meccsek meghozzák az összeszokottságot, és én azt nem lehet annyira gyakorolni, a meccsen fognak majd összeszokni. Ugye ez volt a negyedik mérkőzés, viszont az első hazai, erre a hazaira egy kicsit másképp készültök már, hogy hazai közönség előtt játszatok. Jobban odafigyeltek, hogy kiszolgáljátok a közönséget? Hát szerettük volna kiszolgálni, és hál' Istennek ez sikerült. Az első fél időben azért nehéz volt játszani, mert ez a Devecser teljesen visszaállt a saját tér felére. Én elégedett vagyok, ennél rosszabb ne legyen. Egyébként már azt kérdeztem, hogy vannak-e még hiányosságok, meg hogy mennyire szokott össze a csapat, de minden fiú úgy tűnik, hogy beszokott ebbe a gárdába most már? Hát én úgy gondolom, hogy ők ismerték végül is egymást már előtte is, talán a szép, ami nem, de ő meg úgy érzem, hogy kezd igenis beilleszkedni. Rúgott most is gólokat, úgyhogy lesz ez még jobb is. Azt is tudom, hogy az edzők nem nagyon szeretik, hogyha a riporter azt kérdezi, hogy emeljen ki valakit a csapatból. Viszont most azért voltak góllövők, a Vence rúgott 4 gólt, és ahogy említetted, Szép is 2 góllal büszkélkedhet. Örülök az Zolinak a góljának, és annak örülök a legjobban, hogy az utolsót lepasszolta. Pedig biztos hajt a gól királyi címre, és akarta volna, berúghatta volna is, de ezért csapatjátékos már lepasszolt. Vencel Zoltán 4 góllal ismét nagyszerűen teljesített, és övé volt a mérkőzés legsportszerűbb megnyilvánulása is. Az 5. góljáról lemondott, és lehetőséget adott másnak is a gólszerzésre. Már 7-0 volt az állás, és megszerzettem volna az 5. gólomat, és jött a csapattársam, és mondom, egy csapat vagyunk, akkor ne csak élőjem a gólokat, hanem neki is szerettem volna azt, hogy legyen egy gólja. És úgy láttam, hogy ugyanúgy örültél neki, mint hogyha te lőtted volna. Igen, persze, egy csapat vagyunk igazából, csapattársam, barátok vagyunk igazából. 28., 69., 74. és 85. perc, ezekben rúgtad a gólokat. Hogyan élted meg ezeket a gólokat? Azért láttam, hogy néha nagyon küzdelmes volt, és nagyon át kellett törni több emberem. Hát igen, küzdelmes volt, amikor kiátszottuk, nagyon nekem már csak be kellett rúgni. A végefele már igazából nagyon fáradt voltam, egész héten nem edzettem. Az influenza véget igazából nem igen ment a játék már a végefele. Kezdtem görcsölni minden szóval. Mi történt volna, ha nem vagy beteg? Hány gólt lősz? Hát nem tudom, lehet egyet se. Igazából ez most így jött ki. Hogy áll a csapat? Mert ugye volt egy kis váltás, elmentek, jöttek emberek. Úgy érzed, hogy összeszoktatok most a 4. meccs végén? Mi a véleményed erről? Hát igazából a kulcsemberek megmaradtak, egy ment el a Szabózé. Igazából nagyon hiányzik a csapatnak, de ez igazából egy csapat vagyunk. Régen is együtt fociztunk, most újra igazából senkinek, senki nem olyan ismeretlen, mindenkit ismer mindenki, szóval egy nagyon összeszokott társaság vagyunk. Bízol, biztok abban, hogy idén megnyeritek a megyei egyes bajnokságot és feljutok NB3-ba? Igen, ebben biztos vagyok, hogy meg fogjuk nyerni a megye egyet, és jövőre NB3-ba fogunk indulni. A devecseri 20-as számú játékos Cserna Róbert egyben a csapat edzője is. Őt is megkértük, hogy értékelje a meccs 90 percét. A Pápai Perutz FC minden nap készül, és azért elég profi körülmények között. Ti a devecseri csapatnál hogyan készültök? Hogy néz ki egy-egy heti edzés? Hát nálunk heti 2 edzés van a bajnoki időszakban, illetve a hétvégén a mérkőzés. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez a Pápai Perutz is ugyanabban a megyei osztályban játszik, egyelőre legalábbis, mint mi. Lehet, hogy nem megyei szintű csapat, sőt, megkockáztatom, hogy nem az, de ekkora különbség akkor sem lehet. Tehát, hogyha ha valaki csak a tőle megszokottat, az elvárhatót, azt, hogy egy mérkőzésen oda tegye magát, hogy a futó mennyiség meg legyen, még hogyha a játék nem is megy annyira, akkor nem lehet ekkora különbség két osztálycsapat között. Hát azt gondolom, hogy ez az a mérkőzés, ami abszolút értékelhetetlen. Hát védekezésbe se tudtuk összeszedni magunkat, abszolút nem állt össze a védekezésünk. Támadáson meg gyakorlatilag nem is beszélhetünk. Belülről egyébként egy edző hogy látja a meccset? Azért ott is figyelsz, hogy ki merre mozog? Természetesen figyelek. Hát ugye, ahogy az előbb is említettem, ez ma elkeserítő volt. Nem mondom, hogy nem tettek meg játékosok dolgokat, azt nem mondhatom, hogy mindent megtettek, mint taktikailag, mint technikailag, abszolút alul maradtunk ma. Teljesen megérdemelten nyert ilyen arányban is a Pápa. Fáradt volt egyébként a csapatotok? Meg úgy tűnt, hogy 4-0-5-0 körül már feladták. Hát nem gondolnám, hogy fáradtak voltunk. Hétközben játszottunk az Ercajk a felnőtt csapatával egy edzőmérkőzést. Most, hogyha nem játszunk velük, akkor edzés van, tehát megkapják ugyanazt a terhelést a játékosok. Feladtuk. 4-0 után feladtuk.
Mi lesz a következő lépés, hogy próbálod összeszedni a fiúkat, hogy próbálsz beléjük erőt súlykolni? Vagy elfelejtitek ezt, és akkor új lappal indultok a jövő héten? Most nagyon csúnyát fogok mondani, vannak, akik már most elfelejtették ezt a mérkőzést, 5-10 perccel a mérkőzés lefolyása után. Én egy kicsit máshogy nevelkedtem, másban nevelkedtem, mások neveltek. Nekem sok idő kell ahhoz, hogy egy ilyen pofont kieverjek. Csetényellel megpróbálunk javítani. A Peruc FC a negyedik forduló után vezeti a bajnokságot. A fiúk legközelebb szeptember 11-én utaznak Urkutra, ahol 16 óra 30-kor játszanak rangadót. A Coco Gym Thaibox Egyesület nem töltötte tétlenül a nyári időszakot. A rendszeres edzéseken és az edzőtáboron kívül versenyen is részt vettek az egyesület sportolói. A tatabányai kupáról ráadásul győzelemmel tértek haza. Korpis Gábor vezetőedző, egyesületi elnök stábunknak elmondta, a nyarat követően most legfontosabb céljuk a frissítés. Várják a küzdősport egyesületbe a thaibox iránt érdeklődő fiatalokat. Az augusztus elejé hagyományos éves edzőtáborát Réfülöpön tartotta a Coco Gym Thaibox Egyesület. Erről már részletesen tájékoztatta sportműsorunkat Korpics Gábor vezetőedző egyesületi elnök. Ezt követően egy tatabányai gálán indultak a pápai thaiboxosok, tudtuk meg Korpics Gábortól. Az első megméretetés a Megatel Kupa volt Tatabányán, Bányász Adrián barátom szervezésében, ahol a két srácom tudott elindulni, a Kocsis Rajmund 67 kilóba és a Frumpis nehézsúlyba. Jól sikerültek a mérkőzések, a Kocsis Rajmund az egyhangú pontozással hozta a mérkőzést, végre kijött a lépésünk, ugye pici alacsony, hát a súlyában inkább magas ellenfelek vannak, és hát nehezen oldjuk meg ezt technikailag, de most hál' Istennek sikerült, gyakoroltunk rá sokat, hogy hogy lehet ezt megoldani, és tényleg azt mondom, hogy helyt állt a Rajmundi, az István pedig nehéz súlyba egy nagyon rutinos tatabányai ellenfél ellen lépett szorítóba, aki azért 8-10 mérkőzéssel rendelkezik, és voltak már komolyabb eredményei. Ugye az Istvánnak ez volt a második mérkőzése, a márciusit azt láthattátok Pápán, amit megnyertünk. Én úgy gondolom, hogy itt is lett volna esélyünk, hát a második menet közepén szakadt vége a mérkőzésnek, de én úgy gondolom, hogy hát ha nem is nyertünk volna, de meg tudtuk volna szorítani azért a rutinosabb ellenfelet, úgyhogy tényleg ővel is nagyon teljes mértékben elégedett vagyok. Az augusztus 27-én tatabányai gálán indultam. Igen, szerencsére sikerült győzelemmel zárnom ezt a hétvégét. Igazából ez most egy felkészítő volt az őszi időszakra. Milyen volt a mezőny a versenyben? Erős mezőny volt. Igazából a gálát mindig próbálják színesíteni, külföldi versenyzőkkel mindig van egy címmérkőzés, egy elég színvonalasnak mondható a gála. Egy ellenfelem volt, vele küzdöttem, igazából nagyon szépen felhozott harcosról beszélhetünk. Az első menetben eléggé döntetlen szagú volt, a második menetben viszont sikerült megfognom a combrugásokkal, és onnantól kezdve már a harmadik menetben sikerült ugyanúgy hoznom. Igazából nem volt nyári szünetünk, nyáron is ugyanúgy készültünk tovább, ahogyan eddig szoktunk. Az edzőtábor idején hoztuk fel nagyon, és hát mondhatni másfél hónapot készültünk a mérkőzésre. Hogyan értékeled az eredményt, amit elértél? Örülök neki, most ismét egy kicsit motiváltabb lettem. Két hét múlva 17-én újra megmérkőzök, ahol remélem ugyanilyen színvonalas mérkőzést tudok produkálni. A Rajmundnak a mérkőzése olyan jól sikerült, hogy az egyik kaposvári szervező, edző barátom, aki most a szokásos éves küzdősportgálát rendezőre meghívta a Rajmundot egy profi mérkőzésre. Úgyhogy hát szeptember 17-én ez lesz a következő állomásunk, majd 22-én októberben következik a Harcosok Klubja, ami ugye két havonta kerül megrendezésre Budapesten.
ez a szövetség versenye, és lehetőséget biztosít a kezdőknek. Ide tervezem majd azt, hogy tudjunk több egy éve járó első meccsessel fölmenni, megpróbálni azt, hogy milyen a ringbe, és hogyha ez sikerül, akkor jó, vagy jól sikerül, akkor egy következő állomás lesz a novemberi Mosonmagyaróvári gála, amit hát annak idején még én kezdtem el, de most már az ott edzéstartó tanítványom, a Meszlényi Gabi szervezi, és talán ott is nagyobb létszámmal meg tudunk jelenni, úgyhogy egyelőre ez az őszi versenynaptárunk. Hát várjuk még itt a Mikulás kupákat és a karácsonyhoz kapcsolódó, évvégéhez kapcsolódó utolsó rendezvényeket, és hogyha ez megvan, akkor remélem, hogy ugyanilyen eredményekkel zárjuk az évet. Ahogy már hallottuk, a tatabányai versenyen a Coco Gym harcosai közül Frum István is elindult. Nagyon készültünk erre a versenyre, tudatosan egész nyáron ment az edzés, egész nyáron készültünk minden edzésen. Ezt követte még a verseny előtt egy edzőtábor, amin kimondottan erre a versenyre készültünk, és a Coco is velem erre a versenyre készült. Én többet gondoltam, hogy több elő fog jönni belőlem ezen a versenyen, és igazából el lett vállalva egy nagyon rutinos, nagyon jó ellenfél. Hát ez be is bizonyosodott a meccsen, hogy egy nagyon jó ellenfél. És igazából az első menet az úgy gondolom, hogy elég szépen sikerült, eléggé kijöttek azok a dolgok, amire számítottam, és sajnos a második menetben egy picit belealudtam ebbe a meccsbe, és egy olyan sérülést szenvedtem, amiatt nem mehetett tovább, úgyhogy a sportorvos le is állította a mérkőzést. Hát nagyon sajnálom, mert nagyon sok munka van benne ebbe a versenybe, amit készültünk, de hát ebből a versenyből is leszűrjük a tanulságot, és készülünk a következő versenyekre, amik már nem sokára lesznek, októberben, illetve novemberben már indulunk is a gálában. Isten, igazából én ezt a sportot 3 éve üzöm versenyszerűen. Hát én úgy gondolom, hogy az egyik olyan sport, amihez nagyon nagy fájdalom küszöb kell, és nagyon nagy kitartás. Azért ez egy nagyon embert próbáló sport, és azért itt nagyon komoly sérüléseket lehet összeszedni, amiből fel kell tudni állni, tovább kell tudni menni, és sajnos ezen a meccsen ez be is bizonyosodott, mert egy olyan sérülést szenvedtem, ami miatt nem tudtam folytatni a versenyt. És a sérülés miatt az edzések azért mennek? Hát egy edzés ki kellett hagynom, most jöttem vissza először az edzésre, nagyon bízom benne, hogy nem fog sokáig hátráztatni, érzem még a hátrányát, de remélem, hogy ez hamar el fog múlni, és már az októberi versenyre tudunk rendesen készülni. Ezek az említett versenyek milyen jellegűek? Hát ugye ezek nem országos pontszerző versenyek, tehát a szövetség által rendezett magyar bajnokságban az egy évben egyszer van, az egy 2-3 napos rendezvény, illetve hát külön rendezik meg az ifjúsági magyar bajnokságot. Ezek klubszinten működő gála rendezvények, amit én is szoktam szervezni a sportcsarnokban, ezeket azért szervezik az egyesületek, mert ezzel tudjuk a ring rutint megszerezni, tehát ezek úgymond gyakorló mérkőzések, vagy ha mondhatom így, hogy nem hivatalos mérkőzések, úgy értve, hogy itt címet nem tudnak szerezni, tehát itt van egy győztes meg egy vesztes, keresünk egy párt, és akkor meg tudják méretni magukat időről időre a gyerekek, és azért ragaszkodik mindenki a saját városába ez a rendezvényhez, mert egyrészt gyakorlás, másrészt a helyi szinten a helyi versenyzők itt tudnak bemutatkozni a közönség előtt. Kik indulhatnak az ilyen megmérettetéseken? Hát ugye, aki kiérdemli az edzésen, főleg az indulhat. De én próbálok tényleg a kezdőtől a haladókig mindenkinek lehetőséget biztosítani, hiszen azért a küzdősportos a ringbe méretik meg, nem pedig az utcán mondjuk, vagy éppen meg sem méretik, tehát sokan járnak úgy, akik hobbisták. Én azért próbálok versenyzőcentrikus egyesület maradni, és próbálom rávenni őket, hogy ha nem is lesz mindenkiből bajnok, de legalább egyszer-egyszer lépjen be a szorítóba, és nézze meg azt, hogy mire képes, lépje át a saját árnyékát, meg a saját határait, és akkor van értelme a hobbi munkának is. Van több ilyen ember az egyesületben, mint például a 40 év fölöttiek között a Takács Balázs is, akit már át tudtam 2-3-szor venni az ilyen küzdelmekre. Tudom, hogy nem lesznek belőlük bajnokok, nem is ez a cél. Itt az a cél, hogy egy erősebb embert hozzunk létre az edzés által fizikailag és lelkileg is. Szeptembertől csoportbontásban edzenek a Coco Gym thaiboxosai. Egy kezdő és egy haladó csoportban, mondta el a vezetőedző.
fél hattól van a kezdő egy csoportunk, héttől pedig a haladó csoportunk, és hát ugye várjuk a kezdő csoportba jelentkezőket egészen 8 éves kortól, itt a Küzdősportcentrumban. Most jelen pillanatban ugye ez ilyen nyárfüggő, időszakfüggő, tehát nyáron voltunk 25-30 körül, most várhatóan 40-50 között lesz a létszám, ilyenkor mindig egy kicsit megindul a lelkesedés, és hát én azon dolgozom évközben, hogy meg is maradjon a nyári szünetbe. 20-20-20, de! Életkor szerint kik jelentkeznek általában? Jellemzően azért a 13-18 éves korosztály az, aki ezt előző szeretettel, vagy hát szeretné kipróbálni, de én azért a szülőknek felhívnám a figyelmét, hogy egy korán elkezdett küzdősport azért fizikailag, tehát hozzátéve az, hogy nem lesznek romok a gyerekek, tehát edzésen még senkit nem vertek nála nagyon, viszont odafigyelve a terhelésre, az életkori sajátosságokra egy időben elkezdett küzdősport a nevelés szintre is tud lenni, hogy úgy mondjam, tehát egy 15 évesen egy határozott, egyenes jellemű embert tudunk kiküldeni a gimnáziumba, vagy esetleg 18 évesen az életbe. Sokszor bírálnak a közösség oldalon barátok, hogy nagyon nyersen fogalmazok, és sokszor neki megyek a tanároknak, szülőknek, és kifejezem az elégedetlenségemet azzal kapcsolatban, hogy ezeket a gyerekeket nagyon óvják, mint a hímes tojást, mindent a szájukba adnak, tehát tényleg ugye most már otthon se kap nevelést a gyerek, már az egyesületben sem kap úgymond nevelést a gyerek, vagy az egyesületekben, illetve az iskolában sem, és hát igenis a mai 18 évesek neveletlenek, szemtelenek, nincs tartásuk, nincs kitartásuk, tehát én megpróbálom azért ennek azt a részét megfogni, hogy amit én kaptam a szüleimtől, illetve az edzőimtől, azt adjam nekik tovább, tehát pont ezért van szerintem eredményünk is, meg van fejlődés az egyesületben, mert én nem a tömeggyártásra törekszem, hogy minél több tagom legyen, és mindenki érezze jól magát idézőjelbe, és mindenki mondhassa el azt, hogy ide jár, de egyébként meg eredménye nincsen, meg háttere. Én igenis meg fogom követelni, oda fogom tenni, ugyanúgy figyelem a magánéletüket a tanítványaimnak, mint ahogyan az edzés munkájukat, és igenis különböző módszerekkel rá vannak arra bírva, hogy normálisak legyenek a való életbe is, meg legyen bennük kitartás, meg egyenesség, úgyhogy nekem ezek a céljaim, illetve hát nem mellékesen az, hogy ezáltal jó eredményeket érjünk el a versenyeken. Burcsi Elemér emlékére szervezett teniszversenyt a Pápai Teniszklub augusztus közepén. A két napos megmérettetésen 17 induló vett részt. A főként pápai versenyzők férfi egyéniben mérték összetudásukat. Az emléktornát Kok Róbert nyerte, aki a klub legeredményesebb játékosa. Tavaly áprilisban hunyt el Burcsi Elemér, aki ismert és legendás alakja volt a pápai tenisz életnek is. A közelmúltban sajnálatos módon pályánk megtisztelt és megbecsült tagja Burcsi Elemér itt hagyott minket, és ennek apropóján úgy gondoltunk, hogy minden évben egy szervezett megemlékezést tartunk, ami egy teniszverseny keretében viszünk be. Ezért rendeztük meg augusztus 20-án ezt a teniszversenyt. A Vasason emlékére most egy pálya is viseli Burcsi Elemér nevét. Burcsi Elemér napi szinten járt le teniszezni a körünkben, még a legutolsó időszakban is. Milyen játékos volt ő? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a városunk egyik legkvalifikáltabb játékosa volt, a legjobb fejjel rendelkező játékos volt, aki mindenkit igazából teniszes szóval élve kifilézett. Azaz? Azaz, megkereste a leggyengébb pontját, és azon keresztül verte meg. Az emléktornára sokan neveztek. A versenyzők nagy része Pápáról érkezett, javarésze az igazolt versenyzők köréből került ki, de a Jánpapája néhány játékosa is szerepelt a versenyen. Tulajdonképpen különösebb meglepetés nem történt. A döntőbe jelen pillanatban két legjobb formában lévő játékosunk került be, Kok Róbert és Tomor András, viszont
Ugye meg kell említenem, hogy a fiatalok is nagyon jól helytáltak, mert két ifjú után is a harmadik helyre ért oda. Erdélyi István és Tóth Márton lett a harmadik helyezett. A Vigasz Ágon Németh Gergely lett a győztes. Az emléktorna győztese, Kok Róbert, gyermekkora óta teniszezik. Nálam igen korán elindult a tenisz, gyerekkoromban, 4-5 évesen. Édesapám gondnok volt a színház melletti teniszpályákon, és gyakorlatilag én ott nőttem fel a teniszpályán. Ráadásul édesapám edző is volt, úgyhogy ez így adta magát, hogy elkezdett velem foglalkozni, és később engem jobban érdekelt a tenisz, már én szekáltam, hogy mikor megyünk a pályára teniszezni. És aztán 14-15 éves koromban már elkezdtem versenyezni ifjúságiban, majd később a csapatbajnokságban, úgyhogy már elég komoly múlttal és rutinnal rendelkezek szerencsére. Mikor jöttek az első eredmények, és melyik az, amire mondjuk a legbüszkébb? Korán is voltak jó eredményeim, városi szinten ilyen dobogós helyek. Aztán később sikerült túlnőnöm a városi mezőnyön. Országos egyéni versenyeken szoktam részt venni. Szerencsére elég gyakran dobogós helyezéseket is sikerült elérnem. Az én főszámom igazából a páros. Azt nagyon gyakran sikerült megnyerni, valamint 2011, 13, 14 és 15-ben a páros megyebajnokságot a Fábián Ákos barátommal megnyertük. Amikor meg nem nyertük meg, akkor is második vagy harmadikak voltunk. Valamint most a múlt héten zajlott Almádiban az egyéni megyebajnokság, ahol egy igen erős mezőnyben sikerült egy harmadik helyet elérnem. Miért jobb a páros, vagy miért megy jobban a páros? Hát ez a pártól is függ, hogy kivel van az ember. Ha két jó játékos összeáll, és nagyon sokat játszik együtt, akkor megvan az összhang, és kisebb területet is kell fogni a teniszpályából. És kicsit más játék a páros, mint az egyéni. Sokkal többet kell a hálóra felmenni, ami nekem nagyon tetszik, mert én nagyon szeretek a hálónál játszani. A pápai emléktorna kapcsán Kok Róbert elmondta, hogy nagy veszteség volt Burcsi Elemér halála. Hiányzik a pályáról mindenkinek. Mindenki szerette itt a teniszpályán. Nem csak a csapattársunk volt, hanem a barátunk, nagyon sokunknak a házi orvosa, és egy olyan pozitív ember volt, akire bárki felnézhetett itt a pályán. Milyen volt maga a verseny, hogy ment? Könnyedén? Igen, az első három forduló nekem könnyű volt a döntőig eljutni, viszont itt a versenyző társaim szép számmal beneveztek, úgyhogy jó mezőny volt, jó meccsek voltak, nézni is nagyon jó volt. A döntőben azért egy komolyabb teniszre kényszerített Tomor András. A meccselét nagyon jól kezdtem, aztán kicsit megbillentem, akkor egyből feljött, és igazából a meccs végét az idegek harca döntött el. Hál' Istennek nagyon rákoncentráltam. Nagyon sokat játszok vele amúgy versenyen kívül is, úgyhogy ismerjük egymás teniszét. A pápai felnőtt férfi teniszezőknek van utánpótlása, mondta Kok Róbert. 4 tehetséges fiatalt is megemlített. Tóth Mártonra gondolok, aki jelenleg második pályás a csapatunkban. Ő egyébként harmadik lett a Elemér bácsi emlékversenyén. Továbbá Erdélyi István, aki szintén harmadik lett ezen a versenyen. És meg kell említenem még Csékely Dánielt, aki nagyon sokat edz. Ő is fejlődött a nyáron szépen. És Páncér Ádám, aki egy veszprémi edzőnél tanul, viszont itt játszik Pápán velünk a csapatba, és mindegyikőjük nagyon
keményen edzés küzd a teniszpályán. A Pápai Teniszklub csapata az országos bajnokság harmadik osztályában szerepel. Az őszi szezonban minden hétvégén játszanak bajnoki mérkőzést. Fölényes győzelmet aratott a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub U16-os együttese. Szombaton Sümeg ellen játszottak a pápai fiatalok. Orovec András edző elégedett volt az eredménnyel, hasonló sikereket vár a fiataloktól a következő mérkőzéseken is. A felkészülés nem volt zökkenőmentes, mondta az edző. Fontos feladat, hogy összerázódjon a csapat. A 9-1-es eredmény szép siker volt. A felkészülésünk, mint már nyilatkoztam is, ennek lehetett volna jobb is. Sajnos elég sok volt a hiányzónk, kevés volt a létszám, akivel tudtunk dolgozni. Ehhez képest, amit lehetett, azért elvégeztünk munkát. Összebomba az U17-es csapattal végeztük a felkészülést, így azért tudtunk gyakorolni, de hát ugye a hiányzó játékosok, illetve a kieső időszakok azért látszottak ma a játékon is, hogy azért, tehát még van mit gyakorolnunk, összecsiszolni ezt a csapatot. Tehát egy első mérkőzés után ugye azért mi is lehetne más a feladat, mint hogy jobbak legyünk, meg hát hogy kiszűrjük, hogy mik a hibák. A pozitívum elsősorban az, hogy győzelemmel kezdtük a bajnokságot, rúgtunk gólokat, szép helyzeteket dolgoztunk ki. Hát ezen kell még tovább lépni, ugye ezt látni kell, hogy azért az ellenfél, ebben rengeteg volt a 2003-as születésű fiú, tehát mi meg az ömbében 2001-esek vagyunk, úgyhogy a fizikális különbség az látszott mindvégig a két csapat között, elég egyoldalú volt az egész találkozó. Rengeteg volt, amit láttam még itt közben meg a fiúknak is, amit mondtam, a helyezkedésébe. Sokkal jobban szeretném, hogyha harcosabban, koncentráltabban mennünk, hogy itt a labdaszerzéseknél is agresszívebben próbálnánk meg a későbbiekben, de hát ezt még össze kell dolgozni, ugye mondtam, sokan hiányoztak is itt a felkészülésnek ezen a részén, ami meglátszott itt az együtt mozgásoknál, csapatrészek között, a csapat együtt mozgásoknál, úgyhogy ezen még javítani kell. Hány fiatal van most a csapatban, és van-e köztük új? Hát a keretünk az 16 fős, újnak mondható, illetve hát ő régi játékosunk, a Kovács Máté, aki Győrben tanul, és a mérkőzéseken jön segíteni, vagy nekünk, vagy az U15-ös csapatnak. Úgyhogy 16 fős keretből dolgozunk, hát jelen pillanatban volt sérült is, aki nem állt a rendelkezésünkre, úgyhogy mai napon 14-en voltunk itt a keretbe. Ugye ez látni kell, ez nem egy bő keret, tehát azért dolgozunk, megpróbáljuk összehangolni ugye a korcsoportokat, hogy azért mindenhol megfelelő létszámmal tudjunk szerepelni a mérkőzéseken. Kondíciójukat tekintve bírták a mérkőzést? Hát arra én úgy láttam, hogy nem volt gond, annak ellenére még egyszer mondom, hogy a felkészülésen azért jó pár játékos hiányzott, de mint mondtam, ugye azért a testfelépítésből is látszott itt ez a mérkőzés, a két év különbség zömében, tehát itt az ellenfél edzőjével beszéltem, ott több volt a 2003-as játékos, elvét volt 2002-es, 2001-es, tehát itt a párharcoknál azért jóval kevesebb erőt vett ki a játékosainkból, mint ami majd szerintem itt a bajnokság során több csapat ellen is lenni fog. Ódás korom óta kezdtem, azóta focizok, Pápára 3 éve jöttem, vagy 2 éve, és azóta szerepelek. Milyen most a csapatotok szerinted? Szerintem most elég jó. Igaz, hogy 13-14-en vagyunk, de olyan 12-en állandóan járnak edzésre, úgyhogy megvan azért a csapat, sok helyzetünk van, ki tudjuk használni, úgyhogy ezért tudunk megnyerni ezt a mérkőzést is. Néhány szót erről a mai mérkőzésről hadd kérjek, hogy láttad? Hát szerintem nagyon jól játszottunk, sok volt a labdaszerzés, azokból a kontrák. Nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, egy gólpaszt. Hátvérek is rúgtak 2 gólokat, úgyhogy ez nagyon jó volt. Igazából nyertünk 9-1-re, az egy gól az 11-esből. Hát igazából ugye megye 1-be vagyunk, mi MB2-be voltunk ezelőtt, úgyhogy várható volt, hogy nyerni fogunk. Az U16-os csapat következő mérkőzését Ajkán játsza.
Egy vereség és egy nagy arányú győzelem a mérlege a szombati U15-ös és U14-es foci bajnokságnak. A két gárda Hévízzel játszott. A Pelc utánpótlás csapatai közül csak az egyikkel lehetett elégedett Forstófer Tibor edző, a 14 évesek 7-0-ás eredményével. Az U15 1-0-ra kikapott a hévíziektől. A Pelc U14-es és U15-ös utánpótlás csapata a bajnokság második fordulójában a tabella közepe, illetve a vége felé helyet foglaló Hévíz ellen játszott. Míg az egyik csapat kikapott, a másik több gólos győzelemmel zárta a mérkőzést. Az összecsapásokat Forsthoffer Tibor, a két csapat edzője értékelte az egy-hét sportnézőinek. Az első mérkőzésen az U15 játszott, sajnos 1-0-ra kikaptunk, igaz, hogy mezőnyfölényben voltunk végig. Sajnos, ami a kapulőttel ment labda, nem érkeztünk rá, és kikaptunk 1-0-ra az ellenfélnek egy helyzet kihasználásával. A második mérkőzésen az 7-0 lett a javunkra. Itt azért már jobb volt a játék, azért látszik, hogy befejeztük azért a támadásokat. Tehát ezzel alig, hanem egy kicsit kevesebb gondom van. A nagyobbakkal már úgy látom, hogy több lesz. Hát megpróbáljuk megoldani ezt a kellemetlen szituációt, amit most itt elkövettek a gyerekek. Mindjárt visszatérünk még a pápaiakra, de egy kicsit szeretnélek a hévízi csapatról kérdezni. Ők mennyire erősek, hogy állnak a bajnokságban? Évről évre hogy szerepelnek? Tehát talán ők a közepe, vagy a vége felé, tehát az a helyezés volt nekik legalábbis a tavalyi évben. A kisebbeknél, a nagyobbaknál nem tudom, tehát a 2002-esek korosztályán az nem tudom, hogy szerepeltek, de ott is valahogy el környékén. Tehát úgymond egy mérvadó mérkőzés lehetett ez is számunkra, hogy körülbelül hol tartunk. Mikor állt össze a csapat? Tehát mennyire tudtad már összekovácsolni őket, akár az U14-et, akár az U15-öt, de mint mondtad, a nagyobbakkal egy kicsit több probléma van. Gondolom, hogy ők már fejben azért kicsit másképp gondolkodnak, vagy máshol járnak. Igen, tehát ugye az első riport alkalmával, amikor kérdeztétek ezt a felkészülési időszakban, hogy azt 18-án kezdtük, jól is 18, és ugye onnét azt mondtam, hogy bő létszámunk van, most a bő létszámot az U15-nél úgy gondoltam, hogy akik jönnek beiskolázott gyerekek, és akkor lesz egy kis vérfrissítés, talán megmozdulni bennük valami, illetve az U13-nál ugye most jelen pillanatban a vidéki igazolások azok sikerültek, ott jelen pillanatban 24 játékosom van, hál' Istennek abból 20-an járnak azért edzésre, a többivel egyelőre nem tudok fölvenni a kapcsolatot, azt nem tudom, hogy miért. És ugye az első mérkőzésen elmentünk Sárvára, aki a tavalyi szezonban is azért leggyengén szerepelt, magyarul mondva egy jó felkészülési mérkőzésnek megfelelt nekünk. Utána elmentünk egy ajkai edzőmérkőzésre, az idősebbekkel ott kikaptunk, megpróbáltuk azokat a hibákat, amiket ott kijöttek, a mai mérkőzésre helyrehozni. A védekezésünkben egy hiba csúszott, azt kihasználta az ellenfél, a kicsikkel ott, vagy a kisebbekkel ott megint nyertünk. Ajkán azért őnálik jobban megvan oldva a védekezés, illetve a támadás befejezés. Ez a korosztály egyébként az a korosztály, akit még tudnak a szüleik motiválni arra, hogy járjanak futballra, vagy ők szeretnének járni? Tehát van elég embered? Hát létszámban mondtam, hogy megvagyunk. A motiváció inkább szerintem a kisebbeknél azért még szülői ráhatása azért megy. Habár nem igen kell, mert szeretnek járni. Tehát aki alakult egy jó közösség a 2003-nál, ezt próbálom megcsinálni, kialakítani a 2002-nél is. Hát bízom benne, hogy sikerül. Úgy látom azért ott egy kicsit nehezebb dolgom lesz, de soha nem adom fel. Ugye azért szerintem mi sokat tanulunk, vagy sokat észlelünk abból, hogy mit mondanak a pálya környékén a szülők, vagy az ismerősök, vagy a rokonok. Na most kettő mondat ütötte meg a fülemet, az egyik az, hogy az első hatban simán, a másik az, hogy szerintünk az első háromban is simán. Mit terveztek a bajnokság végére? Konkrét célt még nem kaptam a vezetőségtől, hogy körülbelül hol kell. Hát az első tízben mindenképpen kell lenni. Na most, hogyha a bajnokság, tehát a 16 főt, 16 csapat van ugye a bajnokságunkban, és néztem az ellenfeleket, hát az első 8-ban jó lenne a 2003-val, de ez ott az első 10 az viszont a 2002-nek is illene benne lenni, tehát azt is megpróbáljuk. Tehát az első 10 hely valamelyike bármelyikbe csúszhat. Ugye tudjuk, hogy a foci csapatjáték, de azért ide kellenek ügyes gyerekek. Vannak olyan gyerkőcök, akikre azt mondod, hogy igen, ő rájuk lehet építeni a csapatot? Név szerint nem igen szeretném ezt elmondani, ugyanis a csapatot építek, legalábbis azt próbálok. Csak annyit, hogy akiket behoztunk vidékről, a gyerekek nagyon ügyesek.
tehát akik itt vannak, azok is szintén, és ezekből kell összekovácsolnom egy olyan társaságot, akik ezt a bajnokságot végigjátsszák és jól szerepelnek. Most ez az U14, U15-ös utánpótlás korosztály, ez eredményezhet majd egy olyan ifjúsági vagy felnőtt csapatot, lehet, hogy még korai erről beszélni, akikben van erő, motiváció és tehetség? Hát korainak kicsit korai, ugyanis az iskolaváltás, ugye az a 14 éves kor éppen most következik be, ugye az idősebb korosztálynál, a kisebbeknél nyilván egy év múlva, akkor nagyon sok elválik, hogy ki megy vidékre tanulni, ki marad, és nyilván aki marad, azokból kell gazdálkodni. Nyilván megpróbálunk mindenkit itt tartani, iskolába beiratni, tehát olyan helyekre, ahol éppensége szeretne járni, csak maradjon itt mindenképp az egyesületnél, hát mondjuk ez a vezetőség dolga lesz már majd. A két korosztály jövő szombaton Veszprémbe utazik. Az Éllovas Veszprémi FC ellen teljes erőbedobással készülnek Forsthoffer Tiborék. Az U15-nek szeptember 10-én szombaton 10 órától, az U14-nek 12 órától szurkolhatnak és szoríthatnak. Margrit Roland a Pápai Szabadgyalogsak Egyesület ifjú tehetsége. A tűrös diák nagyon jó eredményeket ér el, legutóbb az augusztusi Veszprémi kupán lett első helyezett. Roland naponta több órát foglalkozik sakkozással, de a kemény munka meghozta gyümölcsét. A most induló szezonban ő lesz a pápai csapat első táblása. Margrit Rolandot egy osztálytársa invitálta el először sakkozni. Lényegében csak az alapvető lépésekkel voltam tisztában, semmi másról nem. Eleinte kis Solvási segítségével haladtam, majd egyre inkább magamat kezdtem fejleszteni otthon gép segítségével, mert úgy gondoltam, hogy egészen nem lehet így fejlődni, hogy csak itt edzéseken, hanem hogy otthoni munkát is bele kell fektetni. És akkor ez az otthoni munka konkrétan mit jelent? Lényegében az, hogy én szinte végig gép előtt sakkozók, és ott különböző megnyitásokat, YouTube oldalakat, sakkoldalakat, gyakorlatilag mindent nézek, és így fejlődök. Roland tehetségéről és szorgalmáról az Egyesület elnöke elismerően szólt. 10 évente van nálunk ekkora tehetség, mint a Roland. Emlékeim szerint még régi időkben Acél Gergely volt hozzá hasonló kvalitású, aki azóta már a nagymesteri cím küszöbén táncol, és már nem Pápán él, hanem Budapesten, tehát csak hozzá tudnám hasonlítani Rolandot, és bízom benne, hogy ő is ilyen magasságokig fog eljutni. Önerőből jutott el gyakorlatilag idáig, hiszen az első periódusban persze megkapta a szükséges instrukciókat edzésen, de aztán ő rájött arra, hogy még otthon kell önmagát képezni ahhoz, hogy igazán jó sakkozó legyen, tehát ő napi szinten foglalkozik a sakkal, most már mondhatom, hogy évek óta. Ha visszagondolok rá, hogy 4 évvel ezelőtt kapta meg a Nemzetközi Szövetségtől az élőpontját, akkor 1532 élője volt, most pedig van neki 2188, tehát önerőből amennyit rápakolt, ez kevesekre jellemző, általában vagy szinten mozognak, akik nem foglalkoznak a sakkal, vagy még vesztenek belőle. Ha csak magamból indulok ki, én az elmúlt pár évben nem nagyon tudtam hozzátenni az élőpontjaimhoz, mondhatni csak ingáztam, ő viszont, mondom, tehát felfelé ívelő pályája van, és remélhetőleg még marad is, hiszen még csak 16 és fél éves. Sok ilyen ifjú titán kellene nekünk ide Pápára, de kevesen értik meg, illetve nehezen értik meg gyerekek, szülők egyaránt, hogy bizony otthon is hozzá kell tenni. A tehetség nem csupán az eredményekben nyilvánul meg Rolandnál, mondta az elnök. Hát, hogy csak egy példát mondjak, a múltkor voltunk, pontosabban Roland volt egy versenyen, ahol kétnapos verseny, ahol 7 fordulót játszott, 7 partit, nem írták le a partikat, és a második nap este, amikor otthon megnyitottam a számítógépembe az e-maileket, akkor küldte nekem a 7 partit kompletten, tehát emlékezetből ő visszaírta az elmúlt 2 napnak a 7 partiját. Bevalljuk mi felnőttek, hogy mi erre nem vagyunk képesek, tehát ez már egy olyan adalék, ami azt jelenti, hogy ő igenis, tehát meg lehet, hogy évekre visszamenőleg is vissza tud idézni partikat, illetve állásokat, hogy mit rontott el, és azt azóta kijavította. Tehát, hogy ha csak egy adalékkel, akkor én ezt említeném. De én azt mondom, hogy amikor leül a Rolanddal valaki sakkozni, már abban a pillanatban látja, tehát, hogy pörögnek a agykerekei, úgymond a fogaskerekek ott benne, és látszik a személy, hogy ő gondolja ki a változatot, hogy mire mit kell lépni, ugyanis
ebben nagyon otthon van, tehát megnyitásban, középjáték, végjáték, nincs gyengéje gyakorlatilag, tehát őt nem lehet már zavarba hozni, és ha jól emlékszem, nem olyan régen megszerezte élete legnagyobb skalpját is egy FIDE versenyen, ezek azok a hosszú gondolkodási idős partik, amikre élőpontot lehet szerezni, ahol egy majdnem 2400 élőpontos ellenfelét verte meg, úgyhogy bízom benne, hogy majd eljön az a korszak is, amikor nemzetközi mestert vagy nagymestert tud majd megverni. Mikor jöttek az első eredmények? Első pápai versenyen gyakorlatilag, mikor már jártam sakkozni, azt meg is nyertem, de az nem számított igazán komolynak. 2013-ban volt az első nem pápai versenygyőzelem Balatonfüreden. Azóta már pár versenyt sikerült nyernem, most a legnagyobb győzelem az a veszprémi négynapos FIDE versenyen volt idén augusztusban. Több órás gondolkodási idő partikat kellett játszani, a négy nap alatt összesen hetet. 43 induló volt, a rajtlistán harmadik helyen voltam, ami azt jelenti, hogy volt valamennyi esélyem a győzelemre végén, és három forduló után nem is hittem benne, hogy ezt meg lehet nyerni, 16. helyen álltam csak, és az utolsó négy partimat sikerült megnyernem, és így a versenyt is. Hogyan lehet fordítani egy ilyen helyről? Hát ha azt mondja valaki, hogy a 16. helyről fel lehet jutni az első helyre, az úgy szinte hihetetlen. Igen, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy ez úgy volt 16. hely, hogy kb. 8. helyezettel holt versenyben voltam, tehát nem volt annyira tragikus a helyzet, meg az ottani ellenfelem azok pápaiak voltak, és ismertek, lehet, hogy emiatt szereztek el nem két döntetlent, utána viszont tényleg sikerült jó játékot mutatnom, és megnyertem a négy partit, ami még hátra volt, és így sikerült megnyerni a versenyt. Honnan érkeztek versenyzők még erre a versenyre? Kikkel játszottál? Sok helyről érkeztek tényleg. Tehát voltak Budapestről, Nagyatádról, Szlovákiából is volt egy játékos, a megyéből is, hát pápa képviseltette magát, Ajka, Veszprém természetesen hazaiként, és Balatonfüredről is voltak. Ismerted már esetleg a játékosokat, akikkel összekerültél? Nyilván nem a pápaiakra gondolok. Hát igen, ismertem azoknak is egy részét. Volt teljesen új ellenfél is, de többséget ismertem. Amikor olyan ellenféllel kerül szembe, akivel már játszottál, próbálod felidézni, hogy milyen volt az előző mérkőzés, vagy tiszta lappal indul a dolog? Attól is függ, hogy milyen statisztikáim vannak ellene, mert például játszottam olyan játékossal, akit az utóbbi két hónapban kétszer sikerült legyőznem versenyen, tehát ott próbáltam azon, mint alapján ismét játszani, és sikerült most is nyernem. Teljesen új játékos ellenem, például ott adatbázisban próbáltam készülni rá, az nem tudom mennyire sikerült, azért valahogyan ott is sikerült nyernem. Az mit jelent, hogy adatbázisban készülsz? Az adatbázis az egy sakjászmákkal gyűjtem, hogy több millió sakjászma van benne, és ott név szerint rá lehet keresni a játékosokra. És ott az adatbázisban a te neved mellett mi szerepel most jelenleg? Túl sok partim nincs, tehát 30 partim, hol fenn van, de ez viszonylag kevésnek számít ezen a szinten. Tehát jó helyzetben vagyok, mert gyakorlatilag ilyen no-name-ként úgymond. Nem tudnak nagyon rám készülni még, csak akik ismernek. Tehát tudsz meglepetést okozni. Igen, tudok. Remélem, ez mindig így lesz. Roland legközelebbi megmérettetése egy MB2-es csapatbajnoki mérkőzés lesz Szombathelyen szeptember végén. Készül rá, szeretne ott is jó eredményt elérni.